A politikát szerintem nem a szobákba zárva kell csinálni, hanem el kell menni az emberekhez, vázolta röviden Paksi látogatásának miértjét Türmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke. A koronavírus ugyan megnehezíti a személyes kapcsolattartást, de a járvánnyal együtt kell tudni élni, hangsúlyozta a politikus. Mi úgy gondoljuk, hogy azok a lépések, amelyekről a kormány gondoskodik, azok jók, be kell tartani, hordjuk a maszkot. De mindig fölmerül a kérdés, hogy mindennek ki fogja az árát majd kifizetni, ki fogja a költségeket viselni. Mi úgy gondoljuk, hogy ideje lenne most már a milliárdosokhoz fordulni, és azt mondani, hogy akinek több mint 1 milliárd a vagyona, az fizesse mondjuk 5% szolidaritási adót. Hát ne mindig az embereket, az egyszerű polgárokat adóztassák meg. Itt a piacon is látom, hogy az árak sajnos emelkednek, föléjük a saját tartalékainkat, néha a fizetésünk is veszélybe kerül, tehát voltaképpen mi fizetjük meg az árát. Fizessenek most már a milliárdosok. A politikus elmondta, támogatja a kormány stadion építési programját, de szerinte ezzel párhuzamosan uszodák és kórházak is épülhetnének, olyan létesítmények, amelyek az ország valamennyi polgárát szolgálják. Ezt követően Türmer Gyula kitért az egészségügyben zajló változásokra is. Mi támogatjuk azt, hogyha az orvosok fizetését emeljük, és erről mi évtizedek óta beszélünk. De azt gondoljuk, hogy ez a megoldás, ez igazából nem megoldás. Azért nem megoldás, mert ettől a hálapén se fog eltűnni, és nem lesz több kórházi ágy, nem lesz több szolgáltatás, nem lesz rövidebb a várólista. Többet kellene az egészségügyre költeni. A munkáspárt úgy gondolja, hogy a megtermelt jövedelmünk a GDP-nek legalább 10%-át. És akkor jutna a nővérnek is, a gyógyszerésznek is, orvosnak is, meg nekünk embereknek is. Így a egy kiragadott intézkedés az önmagában jó, csak kevés. Magyarországon ma a legnagyobb probléma a bizonytalanság, a lakosság félti a munkahelyét, de legfőképpen a jelenlegi járványhelyzetben az egészségét, tette hozzá a Magyar Munkáspárt elnöke. Azok a statisztikák, amelyeket nap mint nap hallanak, nem nyugtatják meg az embereket. Az intézkedésekség, belefáradtak az emberek a koronavírusba is, az intézkedésekbe és sok minden másba. Én azt gondolom, hogy a kormánynak is őszintén kellene a problémákról beszélni. A koronavírus meg a háború az nem propaganda kérdés, itt őszintén meg mi a helyzet, mit várunk az ember és mit lehet tenni. És a terhekben mindenkinek osztozni kellene. Ha azt látják az emberek, hogy nem csak mi fizetünk, hanem fizetnek a milliárdosok is, a bankárok is, akkor talán könnyebben fogjuk elviselni. A szervezet már készül a 2022-es parlamenti választásokra. A pártvezetés kijelölte azokat a választókerületeket, amelyek prioritást élveznek. Ebbe a körbe tartozik Paks is, összegzett a szervezet elnöke. Legyen egy alternatíva. Akinek nem tetszik a mostani kormány politikája, de nem tetszik az ellenzék sem, az választhat bennünket nyugodtan. És azt gondolom, hogy a munkáspárt kiegyensúlyozott, tisztességes politikája, következetességünk, a nemzet melletti kiállásunk, és ugyanakkor a baloldal, az egyszerű emberek melletti kiállásunk egy nagyon megbízható választási lehetőséget kínál. Ha a koronavírus engedi, a politikus a jövőben is folytatja országjáró körútját, mint elmondta, a tervek szerint legközelebb a téli időszakban, karácsony előtt ismét ellátogat Paksra.